Először is, hogyan hívják a zenekart, kik a tagjai, és mikor kezdtetek el zenélni? Mi vagyunk a Rádat zenekar, 2 éve zenélünk együtt. A zenekarunk 5 tagból áll, ezek Molnár Ákos Prímás, Pap Botond Prímás, Pap Dávid Brácsás, Miklós Zsolt Brácsás, és Jós Bálint, Bölgös. És mikor kezdtetek el együtt zenélni? 2 éve. Mi ösztönzött arra, hogy zenélni tanuljatok? Ahogy láttuk a nagyobbakat, és arra ösztönzött, hogy mi is elkezdjük, és akkor táncolok is, és stb. Miért népzenét kezdtetek el zenélni? Azért népzenét, mert ezt tetszett meg, és ez áll közel hozzánk. Mi volt az a szikra, melynek következtében úgy döntöttetek, hogy zenekarra alakultok? Először egy táborban zenéltünk együtt, és megtetszett így az együtt zenélés, és így folytattuk. Milyen zenekarok vagy zenészek a példaképeitek? Ördög a zenekar, Bagó Band és Tokos. Mit értetek el eddig zenei téren, melyik a legnagyobb megvalósításotok? Több fesztiválon szerepeltünk, és több eseményeken is volt. Mik a terveitek? Konkrét terveink nincsenek, de szeretnék fejlődni, és ennyire stabilabb zenekar alakulni. Lehet divatos a népzene és a néptánc, vagy másról szól a történet? Lehet divatos, de mi azért kezdtük el, mert megszerettük. Vannak trendek a népzenében, néptáncban? Vannak trendek, de mi nem a trend szerint zenélünk, megpróbálunk minden elvárásnak megfelelni. Szerintetek hogyan lehet megszeretetni a gyerekekkel és a tinédzsekkel, vagy esetleg a fiatal felnőttekkel, hogy szeressék a népzenét és a néptáncot? Ajánljuk mindenkinek, hogy hallgasson minden több népzenét, töltsön el időt zenészekkel és táncosokkal, mivel ez egy nagyon jó személyiségfejlesztő. Mit üzentek a mostani tinédzsereknek, fiataloknak? Azt üzenjük, hogy minél hamarabb kezdjenek el zenélni, és minél több hangszert próbálnak ki.